Á, ez a nosztalgikus érzés. Ah, itt vagyunk srácok, a régi Minecraftban. Szinte az első Minecraft, amit kipróbáltam, az 1.6.2, de igazából az 1.5.2 volt az eredeti, de mindegy. Á, srácok, nézzétek, nézzétek! Teljesen máshogy néz ki, és ez annyira jó, de tényleg olyan jó kis nosztalgikus érzés. Írjátok meg, srácok, hogy nektek melyik volt az első Minecraft, amit kipróbáltatok, nagyon érdekel, szóval írjátok meg, hogy melyik verzió volt tényleg. Mielőtt belekezdünk ebbe a videóba, három nagyon fontos dolgot kell veletek megbeszélni. Szóval, az első, srácok, az, hogy mostanság elég sokan hasonlítotok valamiért YouTube-róékhoz, ami nekem elég rosszul esik. Én szívből csinálom ezeket a videókat, srácok, és... Hát nem tudom, hogy miért. Igazából életemben kb. Kétszer loptam index képet, amit meg is bántam, és lehet, hogy a közeljövőben le is fogok cserélni. De mégis úgy hasonlítgattok YouTube-ról, mint hogyha én egy egész csatornát loptam volna el, holott nem tudom, Minecraft gameplayt gyártok, szóval nem tudom, hogy ebbe mi olyan nagy másolás. Na jó, srácok, szóval tényleg, aki utál, most nem azt mondom, hogy szeressen meg valami, vagy ne diszlájkolj a videóimat, csak gondolkodjon el, légy szíves, és döntsön reálisan. A másik, a srácok, pedig, hogy ez az idézés most ténylegesen működni fog, viszont tényleg csak 1.6.2-ben működik. Szóval most az életemre esküszöm, srácok, hogy ez tényleg működni fog, ha mindent úgy csináltok, ahogy mutatok. Szóval single player create new world, itt a ugye a more world options, és ide nagybetűvel sprite, ment a, csak a kezdőbetű nagy. Cheat, az, igazából ezeket tök mindegy, hogy hogy állítod be, én most be fogom ezeket kapcsolni. Illetve Survivor-re állítjuk ezt a dolgot, és névnek pedig azt kell megadni, hogy XP a legjobb, hidd el, sub rá. Ezt kell megadni, nem tudom, hogy a Minecraft tervezők ezt miért így akarták, de higgyétek el, srácok, ezt be kell írni. Ugye senki nem vette komolyan. Na jó, srácok, is mindig mondjátok, hogy ne ide rakjon be az outro-t, ezért most szépen unalmasan végig fogjuk nézni, hogy tényleg lekerekrálja ezt a világot. Nem lesz semmi vágás, és direkt pofázok, hogy közé lássátok, hogy nincs vágás, szóval látjátok, behozza mindjárt a világot, behozta a világot. Oké, ez van itt, most már remélem lehet egy outro. Srácok, akkor itt is vagyunk! Ez a sprite. Nem sprite, hogy kezd kiejteni. Jó, mindegy, ez a ilyen sziget, nem fogom kimondani. De tényleg, srácok, ez mindig így néz ki, szóval, ha ezt beírjátok, akkor ezt fogjuk kihozni nektek. És akkor is mondom ennek a szigetnek a történetét. Na szóval a történet nem más, srácok, mint hogy itt voltunk, van ez a sziget, lakatlan sziget, és mi hajóbalesetet szenvedtünk, és túl kell élnünk. Szigeten vannak elrejtve különböző bányák, titkos kijáratok, meg ilyesmi, és építeni kell egy hatalmas tutajt, vagy nem tudom, fel kell készülni, és hát ilyen itt túl kell élni, úgymond. Nagyon ritkán spawnolnak mobok, ahogy látjátok, itt nincsenek is állatok, szóval nagyon nehezen lehet túlélni, de látjátok itt. Nincs reg is állatok. Vannak tenger alatti titkos bázisok, ami nekünk most már nem olyan új, így hogy az eredeti Minecraftban most már alapból vannak titkos tenger alatti bázisok. De mikor én 1.6-ban ezt elkezdtem játszani, akkor ez hatalmas szám volt, hogy tenger alatti bázisra jó. Nagyon srácok, én bevallom őszintén, hogy már mondtam az előbb is, én nagyon régen játszottam ezen a szigeten, és ez egy nagyon jó kis túlélő sziget, viszont elég nehéz túlélni. Szóval akkor meg is mutatom, hogy igazából mik vannak itt, Game Mode 1. Az első és a legfontosabb dolog, amit itt meg lehet találni, hogyha ide jöttök, akkor itt srácok, itt van egy bánya. Érdemes, hogy én ide költöztem be, mindig arra emlékszem, hogy itt laktam, úgymond itt a kis bányába. Itt vannak az alapércek, meg mit tudom én, itt egy bánya van. Itt azt mondom, hogy ez a bánya nem olyan mély igazából, de az jókat lehet bele bányászni, és van benne pár gyémánt. A másik srácok, ha jól tudom, valahol van, ahogy mondtam, egy tenger alatti bázis, de ezt nagyon nehéz megtalálni, vagyis tényleg nem vagy egy odaúszóztál, lemész oda. És ott rendes csapdák, meg minden el van rejtve, ami szerintem úgy tök jó. Jól tudom, srácok, valamelyik domba így le kell lásni, és ott volt a titkos bázis, de én ezt most meg nem mondom nektek, srácok, hogy ez melyik volt, viszont biztos vagyok benne, hogy volt egy titkos bázis. Aha, itt van még egy bánya,
De nem tudom, hogy hol van a titkos alagút, vagy mi az Isten. És akkor igazából így meg is mondom, hogy kb. Hogy kell túlélni ezt a szigetet, hogy ezt a ládát alapból nem kéne, hogy itt legyen, szóval ez így amúgy nincs itt. Na, akkor meg is mondom tényleg, hogy lehet túlélni ezt a szigetet. Ugye egy darab fánk van, úgy mint a, nem tudom, Skyblockban van úgy, ugye ki kell várni ezt a fát, megkapod a fát, meg mit tudom én, és a lombot nem szabad kiütni, úgyis ebből majd ki fognak hullani a többi fa. Szóval ki fog belőle a facsemeték hullni, vagy nem tudom, és akkor azokat el tudod ültetni. Van még ugye bár cukornád, amiket szintú úgy ki kell szedni, és akkor papírt tudsz belőle készíteni, meg mit tudom én. És ugye a papírból majd könyvet lehet egy idő után készíteni, ami nagyon fontos. És akkor mindenkiben felmerül az a kérdés, hogy hogy lehet kijutni. Mivel hogy igazából, hát nagyon, de tényleg olyan hosszú ideig kéne menni a tengeren át, hogy az hihetetlen. Szóval rendes, valóságos napba telne az, hogy én ezt így átmenjem. Átmegyek másik részekhez. De akkor XP tényleg, hogy lehet akkor tényleg kijutni erről a szigetről? Na srácok, a megoldás nehéz, de mégis könnyű. Keresni kell 3 darab gyémántot, ami most így magában elég könnyen hangzik, de ez egy nagyon kicsi bánya, és nincs annyira sok gyémánt itt, mint ahogy ti azt elképzelitek. Sokkal, de tényleg sokkal kevesebb van, mint az alap Minecraftban. És hát igen. Szóval keresni kell 3 gyémántot, és azután át kell menni a Netherbe, és a Netherben újra meg kell építeni ezt a Nether kaput, és akkor ugye másik részre fog téged átdobni a Minecraft világba. És ja, mindegy azért, hogy a Netherben haladsz, akkor a való világban, majd itt a Minecraftban sokkal gyorsabban halad. Igen, srácok, igazából én ennyit szerettem volna mutatni, ez ilyen nosztalgikus élmény volt nekem. Remélem, hogy ti is azért élveztétek. Tudom, ez a videó kicsit rövid lett, a megszokottaktól kicsit eltér, de ezt azért meg szerettem volna nektek mutatni, hogy az igazi túlélők, akik még szeretik ezt a fajta Minecraftot, azok ki tudják próbálni. És megint ez a... basszus, már hiányzott ez a nagyszerű depresszió zene. Vágod, azt tudom, hogy hogy lehet kikapcsolni. Nem áll. Ah, itt van. Szóval srácok, ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, illetve nyomjatok meg a csengőcskét is, és gyertek fel a Mindside-ra játszani. Ha szeretnétek még ilyesmi videókat, akkor pedig írjátok meg kommentbe. Én XP voltam. Sziasztok!